Kismárton Balázs imádja a teniszt, a sakkot és a focit is, de mégis a zene határozza meg igazán az életét. Egy utolsó percben szerzett gól, vagy egy fájdalmas szakítás, például, hogyha Brahmsot játszom, akkor az nagyon, akkor mindig arra gondolok vissza. És úgy igazából, amikor zongorázom, akkor az életemnek az egyes kis mozaik darabjai mindig benne vannak egy-egy darabban. A 24 éves, rendkívül népszerű zongoraművész Ausztriában és Olaszországban is megtölti a koncerttermeket, de nem csak ez élteti, a zene mindenkinek projekt keretében Magyarország minden településére el akarja vinni a komoly zenét. A zongorával 5 éves korában találkozott először, szerelem volt első látásra. Bementünk egy kapuajba, és ott láttam egy nagy barna bútort, ami az oldalára volt fordítva, és megkérdeztem, hogy mi ez a nagy barna bútor, és mondták, hogy ez egy zongora, hogy gyakorlatilag a teljes vendégség alatt nem vettem le róla a szememet, és hazafele pedig mondtam, hogy szeretnék megtanulni ezen a hangszeren játszani. Márton szülei is zenészek. A kisfiú zeneiskolába járt, majd különleges adottságaira felfigyeltek Grazban is, ahová édesanyját elkísérte tanítani, és felvették az ottani Zeneművészeti Egyetem ifjú tehetségek osztályába. Amikor még gimnáziumba jártam, és előtte még általános iskolába, és mellette kellett kijárni Grazba, akkor gyakorlatilag minden másról le kellett mondani, hiszen miután 8-tól 3-ig fél 4-ig iskolában voltam, akkor tanulás és gyakorlás után már olyan fél 8-8 óra volt, tehát nem volt idő semmilyen plusz elfoglaltságra, hobbira. Határtalan szorgalmának köszönhetően Márton 2014-ben kitűnő minősítéssel diplomázott a Gráci Zeneművészeti Egyetemen, ahol a következő tanévtől mesterszakon folytatta tanulmányait. 2016-ban pedig felvételt nyert a párizsi Scola Cantorumba, Franciaország egyik legpatinásabb zenei főiskolájára. A fiatal zongoraművész még ma is napi 4-5 órát gyakorol. Azt mondja, szerinte ez fontosabb, mint a tehetség. Én mindig azt mondom, hogy 10% a tehetség, 10% a szerencse, és 80% a szorgalom. És az a 80% az, amit bármilyen ember el tud végezni, ez csak saját magától függ, a saját lelkiismeretével kell elszámolni az embernek, hogy megcsinálta az aznapra előirányzott munkát, tényleg szívét, lelkét beleadta. Nem csoda, hogy a közönség szavazatai alapján ő lett a 10. születésnapját ünneplő Új Európa Alapítvány egyik jubileumi arca. A tehetséges zongoraművész úgy érzi, ez az elismerés is a továbbfejlődését szolgálja. Én először 2009-ben kaptam meg az Új Európa Alapítványtól egy úti költségtámogatást egy versenyre, majd utána pedig pár évvel később egy hangszertámogatást is kaptam. Most is jelen pillanatban is ez a hangszerem van otthon, és ez egy nagyon nagy segítség volt. Márton számára a sikert nem egy versenyen elért győzelem jelenti elsősorban, hanem a koncertek utáni frenetikus taps. Amikor azt érzi, érdemes volt játszania, mert valami értékeset adott a közönségnek.